Nekem beszélnem kell a feleségem származásáról, maga pedig beszéljen arról, hogy akar egy gyereket. Az is olyan szép, előhoztam én a felesége származását? Nem, hát engem lenácizott, hogy én származása alapján különböztetek meg embereket, másodrangú. És aztán ezt igazolta is, hiszen magyar származású és cigány származású emberekről beszélt. Ezek, jaj, hát bocsánat, ezek azért tények, hogy az én feleségem nem magyar emberek, származású. Magyar emberek, érti? Tehát ezt tudom, hogy nagyon nehéz fölfogni, de a cigány ember az magyar ember. Vannak fehér magyarok és vannak cigány magyarok. Ezek az emberek együtt alkotják a magyar nemzet egészét. Egyetlen egy szempontot még hadd mondjak, és aztán meghallgatom, ígérem, hogy amikor, nekem ez a legfurcsább ugye önökben, hogy önök amikor nemzeti identitásról és nemzeti büszkeségről beszélnek, és arról, hogy meg kell védeni a magyar nemzetet, hogy meg kell védeni ezt a népet, ami, lássuk be, egy elég kis lélekszámú népség. Iszonyú kicsi lélekszámú népség, kevesen beszélik. Még mindig sok magyar van. Kevesen szerintem beszélik ezt a nyelvet. Ne, ez most nagyon méltatlan, ne haragudjon tényleg. Ja, de lenácizni engem az nagyon méltatlan, szerint egy normális dolog. Mert ön tett náci kijelentéseket, én nem tettem nemzetellenes kijelentéseket. Tehát egy kis lélekszámú népségről van szó. Nagyon kevesen beszélik ezt a nyelvet, ami egy nagyon nehéz nyelv. Nehéz megtanulni, kevesen fogják majd megtanulni. És látható, hogy a magyar lakosság, a magyar néplélek fogyatkozik. Tehát hogy azt lehet látni, hogy fogyatkozó tendencia van, és önök nem azt csinálják, hogy akkor ezt a keveset legalább egybe tartsuk, valahogyan próbáljuk meg a szolidaritást gyakorolni azokkal az emberekkel szemben, akik magyarnak vallják magukat, akik a magyar kultúrát fogyasztják, magyarul beszélnek, tehát éltetik, gyakorolják ezt a nyelvet, hanem elkezdik ezt is még leszalámizni, kirekesztenek belőle ezeket, cigányokat, adott esetben zsidókat, bárkit, akit éppenséggel a nemzet ellenségének vagy kártékonynak gondolnak, és még tovább szűkítik azt az egyébként is annyira picike lakosság vagy lélekszámú népséget, hogy az egyszerűen nem is értem, hogy hogyan lehet egyébként ezt egy nemzeti karakterű politikának gondolni, hogy azt a keveset, akik együtt vagyunk, még tovább szűkítik annak érdekében, hogy aztán végképp felszámolódjon. Tehát, hogyha arról beszélünk egyébként, hogy ki az, aki valóban ellensége a magyar népnek, aki valóban azon dolgozik, hogy minél kevesebben legyünk majd magyarok, azok pont önök és a Jobbik, hiszen azt látjuk, hogy azt a keveset is, ami még van, nem megbecsülik és gondozzák és segítik, hogy fejlődjön, hogy éljen, hogy jól éljen, hanem még azt is tovább szűkítik, és még jobban kirekesztik azokat, akik egyébként magyar emberek, magyarul beszélnek, itt élnek, itt szeretnek, itt gondozzák a gyerekeiket, itt vannak a szüleik, ide köti egy csomó emléküket, és egyébként itt szeretnének élni, és önök ezt teszik lehetetlenné. Az a helyzet, hogy ön valami elképesztő ostobaságot hordott itt össze. Én legfeljebb magát, meg az önhöz hasonlóakat, na azokat mindenféleképpen szeretném a közéletből kiszorítani, mindazzal együtt, hogy én azt gondolom egyébként, hogy ön egy magyar ember. Tehát én önt egy magyar embernek tartom, de egy rendkívül kártékony magyar embernek tartom, aki ez ellen a nemzet ellen dolgozik. Miközben én, akinek a gyermekei úgy, hogy a feleségem nem magyar származású, de a gyermekeimet magyarnak nevelem, és az én gyermekeim ennek a magyar nemzetnek kiváló tagjai lesznek, én duplán gyarapítom ezt a nemzetet, mert nem pusztán magyarként születnek a gyermekeim, hanem nem magyar származású feleségemet is integrálom a magyarságba. Engem tényleg halálosan nem érdekel, milyen származású az én feleségem. Azt kívánom, hogy boldogan éljenek és boldogan tudják nevelni a gyerekeiket. Én remélem, hogy a gyermekei idővel rá fogják önt világítani arra, hogy az eszperenc, amit ön képvisel, az káros. Legyen így, ez tényleg egyáltalán nem érdekel, hogy ön hogyan dekázza ki, hogy egyébként a gyermekeiben mennyi a román és mennyi a magyar vér. Egyáltalán nem érdekel, legyenek boldogok, és tényleg azt kívánom, hogy egy boldog család életet tudjon élni. Ez a legfontosabb. Azt nem értem igazából abban a fajta nacionalizmusban, amit ön képvisel például, hogy lehetséges az, hogy miközben szolidaritásról, a saját magunk védelméről és megvédéséről beszél, akközben képtelen egyébként azt belátni, hogy erre a védelemre, erre a szolidaritásra egyébként valóban magyar emberek százezrei szorulnának rá, csak éppen nem kapják meg azért, mert történetesen nem fehér a bőrszínük. Ó, ne vicceljen már, ez egy ostobaság. Tehát én a saját településemről tudok beszélni, nyilván nem tudok Borsod megyéről beszélni. A saját településemen abszolút semmiféle megkülönböztetés, hátrányos megkülönböztetés a cigány származású embereket nem éri. Ugyanúgy munkát kap nálunk, ugyanúgy, hogyha dolgozni akar, akkor el tud helyezkedni, vagy éppen ugyanúgy nem tud elhelyezkedni, mint ahogy a magyar származású, hátrányos helyzetű tanyai lakos nem tud elhelyezkedni. Tehát amiről ön beszél, az egyszerűen nem létezik. Jó, tehát én azt mondjam, egyébként, tehát hogy továbbra is azt állítja egyébként, hogy léteznek a cigány származású embertársaink és léteznek a magyar származású embertársaink. Kérem, segítsen nekem abban megérteni, hogy mi a különbség a kettőjük között. Jaj, ne vicceljen már, ne röhögtessen. Hát a feleségem ugye nem akarja ezt hallani, vagy mondjuk a déd nagyanyám, aki olasznak született, vagy románnak született, ő nem magyar származásúnak született. Aztán magyarrá tud válni, de azt be kell bizonyítani. Az a cigány ember, akár a saját településemen, aki viszont magyarként él,
és büszke arra, hogy ő magyar, de esetleg az ősei között cigány származású személyek is voltak, ő magyarrá tud lenni, és ő magyar lesz, ő integrálódni fog a magyar nemzethez. De mindenkit alapból nem tudok oda sorolni. Abszolút. Nagyon köszönöm a válaszát, mert ön gyakorlatilag kimondta azt, hogy valóban a fehér magyar emberek születésüktől fogva magyar embernek számítanak, a cigány magyar embereknek pedig magyarrá kell válniuk, bizonyítaniuk kell a magyarságukat, ezt ön mondta most el. Hát egy afrikai néger az négernek született. Ezzel bizonyítékát adta annak, hogy másodrangú állampolgároknak kezeli cigány magyar honfitársainkat, polgártársainkat. Attól ő nem másodrangú. Köszönöm a válaszát. Ezt rögzítették a kamerák, és a nézők, hogyha érteni akarják, akkor érthetnek.